A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Press start. Jó estét kívánok, kedves nézők! Ez itt a Kezdőkör, a Fehérvár Média Centrum sportos kibeszélője. Van új vendégünk is, akit eddig még nem köszönthettünk a stúdióban, és új témánk is, de olyanok is, amelyekről már nagyon sokat beszéltünk, mert hogy hétről hétre visszatérően adnak nekünk témát, úgyhogy sok szeretettel köszöntöm a stúdióban Farkas Sziládot, a Média Centrum szerkesztőjét. Nem ő az új vendég, hanem mellette egyel Pecsúvác Péter kollégánk, aki a MÁV Előre kommunikációs vezetője egyébként, a minőségben jó estét, én is köszöntöm. Sok érdekességről tud beszámolni a újra nagy terveket szövögető, de nagyon régi Székesfehérvári Egyesület kapcsán, és hát Mátai Balázs kollégánk, aki pedig szintén a Média 24 szerkesztőjeként már nagyon sokszor volt itt velünk az adásban. Egyébként szintén vannak MÁV Előrés vonatkozásai és történetei, de nem csak MÁV Előrészni fogunk, bár ez az egyesület valóban megérdemli, hogy szóljunk róla, hiszen az elmúlt években újra igencsak erőteljesen lett jelen a székesfehérvári sportéletben. Viszont most úgy hozta egy kicsit az élet, hogy amikor a stúdió felvételt rögzítjük itt az adásnap délelőttjén, akkor Szilárdnak forgatása van, úgyhogy majd valamikor adás közben elengedjük, hogy a híradó is tudjon működni. Köszönjük, hogy ezzel együtt idejöttél. Úgyhogy kezdjük azokkal a témákkal, amelyekben ő is építő gondolatait meg tudja fogalmazni. Például, mint a Vidia volt Fehérvár egykori sajtófőnökeként a fehérvári foci csapatról, hát ez nem egy új keletű téma. A nagy kérdés, hogy új-e a csapat most, hogy megtörtént ez az edzőváltás. Ugye gyakorlatilag amióta az új vezetőedzőt kinevezték, a második meccsét játszotta a Vidia hétvégén. Rögtön a lehető legnehezebb feladat volt, ugye a Ferencváros Grupama arénájában kellett helytállni. Elég érdekes mérkőzés volt. Talán egyetértetek abban, hogy ezt a mérkőzést a korábbi Vidi elveszítette volna, nem feltétlenül azért nem vesztette el most, mert annyival jobb, hanem mert valami talán tényleg megmozdult, akár a szervezettség, akár a mentalitás, az akarat tekintetében. Az más kérdés, hogy így is hát drámai fordulatokban nem volt hiány, ugyanúgy meg is nyerhette volna ezt a 2-2-re végződött meccset a csapat, mint ahogy el is vesztette volna. Hát ugye kérdezted, hogy szerintem, mint nagy szakértőben, Fentes szerint új a csapat. Hát szerintem nem a csapat új, hanem az edző új, azt látjuk, és ezáltal a légkör új, és a hozzáállás új, amit ő hozott, illetve azok a mentális dolgok, amiket ő igyekezett gyakorlatilag egy most már két mérkőzés alatt és néhány hét alatt beépíteni a csapatba, illetve átadni azt a szellemiséget, ami őt jellemzi. Csak azt néztem, hogy mindig példálozok egy kicsit a közösségi médiával, és én azt látom, hogy nagyon jól használja az új edző a közösségi médiát arra, hogy a mindennapokban is bemutassa azt, hogy ő itt dolgozik, mennyire szeret itt dolgozni. Ugye az első fotó, amit azt hiszem, hogy kirakott vagy Facebookra, vagy Instára, valamelyik platformra, nem is tudom melyikre, hogy a stadion felülnézetből egy képen, és akkor kiírta, hogy itt van a munkahelyem, én itt dolgozok minden nap, és nagyon örülök, hogy itt lehetek, és nagyon szeretem csinálni, nyilván ez a sablonszöveg, de akkor is ő megosztotta, hogy ugye ki mit csinál, de sok ember ezt nem teszi meg, mert először megvárja, hogy mi lesz, nem bukik bele, nem lesz ciki belőle, de ő fölvállalta, hogy itt van, ezt csinálja, és eddig jól is csinálja. Jól jött ki a sorsolás is, ugye abból a szempontból egy kicsit rákagyarulunk a mérkőzésre, hogy egy olyan Fradival találkozott most a Vidi, aki ugye az utolsó négy mérkőzésén nyeretlen maradt. Ugye azt hiszem úgy volt az utolsó négy mérkőzés győzelem is, illetve inkább vereség döntetlen szempontból, hogy vereség döntetlen, és most döntetlen, vereség, döntetlen most ugye a Vidi ellen, így a pontos. Tehát egy olyan Fradihoz látogattunk el, aki most megfogható volt, egy döntetlenre mindenképpen. Én is azt mondtam volna, hogy papíron a Fradi lesz, illetve a Fradi az esélyes, ahogy sok más mindenki is ezt mondta. Én azt mondom, hogy egy kicsit mélyebben is belemegyünk, de tényleg csak egy mondattal, hogy most a Fradit ugye az ifjú lisztes Krisztián mentette meg, hogyha csak papírformát nézzük.
Igen, hát ez nyilván az országos média előszeretettel rá is ugrott erre a témára, hiszen a meccsnek valóban egy pikantériája volt, hogy a kis Lisztes, ahogy apukája annak idején, mi már vagyunk olyan öregek, hogy emlékezhetünk arra is, amikor Lisztes Krisztián bemutatkozott a Ferencvárosban, döbbenetesen hasonló módon egy bajnoki duplával, emlékszem, hogy egy nagyon téli körülmények között lejátszott sárgalabdával, igen. Televíziós mérkőzés volt, így van. Gondosan kerültük eddig az egyébként dicsért fehérvári edző nevének a kimondását, nem tudom, hogy ez csak azért van-e, mert véletlenül így alakult, vagy azért, mert Bartosz Gzelák nem az a riporter komfort név, de majd megtanuljuk kiejteni természetesen a lengyel-svéd mester nevét. Szóval igen, olyan szempontból is jó volt a sorsolás, hogy ugye volt neki egy ilyen, hogy úgy mondjam, ráhangoló meccse közvetlenül az érkezése után, amit sikerült megnyerni. És nyilván ez a fajta önbizalom, ami akkor jött, az most is nagyon kellett a Fradi ellen. De abszolút. Ti hogy látjátok, hogy miben nyúlt ő úgy a csapathoz, vagy a csapatba, ami tényleg látható eredményt hozott? Fejben hozott mentális változást, amit én nagyon vártam, és a veszőparipám nagyon régóta a Vidi kapcsán, hogy ott vannak a problémák. Én a Honvéd meccs után nem szoktam a sajtótájékoztatókra beülni, mert nem szeretek ott várni fél órát, órát néha, mire megjön az edző. Most kivártuk, feltettem azt a kérdést neki, hogy jól látom-e, és ő is egyetérte ezzel, hogy itt fejben van a Vidinél probléma, nem azzal, hogy gyenge a keret, meg nem jók a játékosok. És azt mondta, hogy nagyon jó meglátás, abszolút, illetve hozzátettem, hogy szerintem ide most pszichológus kell inkább, tehát olyan képességű tréner, mint sem olyan, aki a mágnes táblán mindent vág, és a taktikát le tudja varázsolni hűha. Tehát nem nagy elméleti szakember, hanem inkább olyan, hogy ilyen hagyturkás szakember kell. És mondta, hogy abszolút jó a meglátás, teljesen egyetért, és amióta ő ide jött, akkor még ugye 3 napja, más sem csinál, csak gyakorlatilag beszélget a játékosokkal, megpróbálja mindenkiből kibeszéltetni a maga problémáit, és megpróbálja fejben ráhangolni a játékosokat a következő feladatokra, úgyhogy gyakorlatilag a Honvéd meccs sikerét is annak könyveli már el, hogy a keret jó részével már tudott beszélgetni, de ezt folytatja még a Fradi meccsig, és de jó lesz ez a kis szünet, mert ugye tovább tudnak beszélgetni. Tehát, hogy a játékosokkal ő is beszélget, és hogy az egymás közötti kommunikációt is nagyon priorizálja, hogy a játékosok egymással beszéljék ki a gondokat, problémákat, ne lehajtott fejjel bandukoljanak, vagy magába szidje egyik a másikat, hogy rosszul csinált valamit, vagy a kapus nem jött ki, vagy ez a bármi gond van, hanem egymás között beszéljék ki, és ő is egyenként beszélget a játékosokkal, és mindenkibe lelket próbál önteni, és önbizalmat, mert itt ez a lényeg. Igen, hát vannak jelek, amik azt mutatják egyébként, hogy mindjárt említek egyet-kettőt, ami számunkra is látható, nyilván nagyon sok mindennek az öltözön belül, meg a csapaton belül kell maradnia ilyenkor, de egy-egy gesztus, mint például amit Szilárd említett a közösségi média kapcsán, néha árulkodik. Pecsú, te itt úgy vagy a műsorban, de remélem nem túl megilletődött, viszont magad is ugye egy NB1-es sportegyesület mellett dolgozva azt azért megtapasztalhattad, hogy milyen az, amikor egy edző máshogy szól a csapathoz, amikor nagyon sok múlik azon, hogy valójában a játékosok milyen önbizalom injekciót kapnak. Igen, közben gondolkoztam, hogyha rám kerül a sor, akkor mivel csatlakozzak. Ezt abszolút átérzem, egyrészt mint riporter, másrészt mint klubnál dolgozó ember is. Sok esetben az bőven elegendő, nyilván összességében nem ezt várja el a klubvezetés, de már önmagában az elegendő, ha vérfrissítés jön. Mondok egy nagyon egyszerű példát, néhány hónappal ezelőtt Érnek, ugye az NB1-es kézilabda csapatának leváltották a vezetőedzőjét, vagy hát távozott mindegy közös megegyezéssel Horváth Roland, és ugye Simics Judit jött a helyére. Én beszéltem Rolanddal, felhívtam, volt egy hivatalos része, volt egy nem hivatalos része, és Kerekperec megmondta, hogy ő úgy érzi, hogy azzal segít legtöbbet a csapatnak, ha ő feláll. Ha ő feláll, mert a játékos keret, ugye mi itt adás előtt is beszélgettünk egy picit a játékos keret összeállításról, erősségéről, hogy már lehet, hogy önmagában azzal is segít, és gyakorlatilag összekötöm, hogy Simics Judit első interjúját, amit nekem adta, vagy adott, abnak is ez volt a lényege, hogy már az ő jelenléte az, hogy esetleg lelkileg egy kicsit megzuhantak, túl sok volt a vereség egymás után, belefásulhattak esetleg az edzői értekezletektől kezdve az edzéseken való kommunikáción át, ugye a mérkőzés szituációkig, hogy van olyan eset, amikor már önmagában ez elegendő.
aztán utána jön ugye, hogyha hát más a mentalitás, van eset, amikor ezt belátja szakmai egy edző, tudás van hozzá. Ugye, amit te mondál példát, egyébként annyit, hogy Péter a érdi illetőség és az érdi csapatokkal is kapcsolatot tart, ezért is volt ez a példa nyilván a személyes érintettség miatt. De való igaz, hogy van olyan, hogy egy edző ezt magától belátja. Azért a Vidinél nem kellett volna attól tartanunk, hogy Huszti Szabolcs önként feláll, én azt gondolom. Tehát itt meg kellett lépni ezt a váltást. Nyilván nem könnyű úgy, hogy egy szezonon belül már másodszor rúgott ki az edzőt. Ez azért valahol a vezetésnek is egy öngól vagy egy beismerés. Amikor ide került Gzselák, az első meccs után, amit ugye megnyertünk a Honvéd ellen, egy kis videó felkerült a klub honlapjára arról, hogy az öltözőben hogy zajlott itt a közvetlen ráhangolódás, és ott lehetett látni, hogy folyékony angolsággal nagyon kemény motivációs beszédet tartott, összehívta a csapatot. Lehet mondani, hogy ezek ilyen külsőségek, vagy nyilván, de azért egy sportoló lelki világát sem kell szerintem túl ragozni. Ha megvan a bizalom, ha megvan az érzett bizalom a vezető részéről, az már egy löket. És a másik ilyen jelenet, amit talán ti is láttatok a közvetítésben, vagy említettek, hogy ugye most a Fradi meccsen a Ferencváros második gólja előtt ugye Csongvai egy óriásit hibázott, a 16-oson belül egy cselt próbált, amiből aztán gólt kapott a csapat. Abszolút az alaphiba utolsó védőként, de ennek az volt az oka, hogy ugye a Vidinél is meg van mondva, hogy nem rúgjuk el a labdát, megjátsszuk, hátulról építkezünk. Hát őt letámadták, elvesztette, és oda ment hozzá Gzselák a mérkőzés után, már a pályán, lehetett látni fotókon, és magán az esemény a sajtótájékoztatón is kiemelte, nyilván rákérdeztek, hogy mit mondott a játékosának, az, hogy a hiba benne van, semmiféle következménye nem lesz, és ezt ne hordja magával, tehát azon nyomban fontosnak tartotta ezt elmondani. Mondjuk ez, bocsánat, ez szerintem ilyenkor még hatványozottan igaz, amikor ugye van egyfajta ismerkedős fázis. Lehet, hogyha az ötödik ilyen szituációt hozza össze élesben, akkor már nem ez lesz a reakció, de most abszolút gondolom motiválja. Igen, ugye egyrészt, hogyha jól kommunikál, hogy te is utaltál ugye a közösségi médiás szereplésére, akkor pontosan tudja, hogy mi az, amit az öltözőben kell kommunikálni, ott kell megtartani, ugye talán nemrég a Bayern Münchennél volt ugye probléma abból, hogy bizony az öltözőből kiszivárogtak a dolgok. Másrészt lehet, hogy felfogta ugye, hogy tévés közvetítés. Ettől függetlenül lehet, hogy ez egy teljesen jó mentalitás, hogy igen, eleve nem kapott ki a csapat. Tehát azért a Fradi ellen egy pontot szerezni jelenleg, az mindenképpen pozitívum és nem negatívum. Tehát ugye a pohár félig tele van, nem félig üres. És lehet, hogy egyébként ezt ő tényleg valóban komolyan is gondolta, nem csak mondjuk a közvetítésnek szólt, hanem igen, nincsen semmi probléma, a hiba benne van, nyilván ki kell ezt javítani, hogy legközelebb ne forduljon elő. Ugye talán a múlt adásban említettük Contét, akit aztán ki is rúgtak villámgyorsan a Tatanemtől. Ő volt az, akinek teljesen elgurult a gyógyszere és kiosztotta a saját csapatát, de még a klubot is biztos, ami biztos a építkezési, meg játékos filozófiája kapcsán. Nyilván nem tehet meg ilyet egy edző, a csapat munkája az ő munkáját minősíti, úgyhogy nem lehet mindent rátolni másokra. Én is azt gondolom, hogy Gzselák ilyen szempontból egy nagyon profi, olyan közegből is jött valószínűleg, ahol ez magától értetődő, de ha már Csongvait említettük, ő ugye ez csak ilyen érdekesség, hogy volt egy edzőmeccs itt a válogatott szünet alatt a Siófok ellen, amikor hiányosan állt fel a Vidi, nyilván voltak válogatott játékosok erre-arra, de a csapatkapitányi karszalagot is odaadták Csongvainak, aki hát néhány hete van itt Fehérváron. Hogy azt hogy érzitek, hogy azon kívül, hogy edzőkérdésben lépett, kényszerbe került a klub, történik-e valóban egy olyan koncepcióváltás, aminek köszönhetően esetleg a magyar játékosok, a fiatalabbak átvehetik, hogy hangsúlyosabb szerephez juthatnak, mert például Csongvairól mindenki azt tartja, hogy egy komoly védő ígéret, akiért, bár ez nem nagyon szokás, ugye pénzt fizetett magyar játékosként a Vidi katonával együtt, tehát talán Juhász Roland is célzott rá, hogy zajlik valamiféle koncepcióváltás e tekintetben. A kérdés, hogy egy tényleg full légiós sorral felálló Ferencváros mondjuk utolérhető-e akkor, hogyha a MOL Fehérvárnál úgy döntenek, hogy magyar játékosokra akarnak építeni? Hát én azt hiszem, hogy itt ugye most leegyszerűsítve mondhatjuk azt, hogy mindenki abból főz, ami van neki. Nem tudom, hogy tehát nem volt nyilván beleszólása még az edzőnek abba, hogy ide jön ez a két játékos, vagy nem, de abba már van beleszólása,
hogy ezekből a játékosokból ő mit tud kihozni. Tehát teljesen mindegy, hogy légiós, teljesen mindegy, hogy honnan jött ez a játékos, hogy a tabella élmezőnyéből, vagy a tabella végén tanyázó csapatból belőlük kell kihozni a legjobbat. És pontosan ezek a megnyilvánulások, amitől ugye az előbb is beszéltünk, hogy egy rossz megmozdulás és gyakorlatilag egy róla bekapott gól után oda ment az edző, ez hatalmas önbizalmat adhat a játékosnak, és olyan szinten megerősítheti az edző és játékos közötti kapcsolatot, hogy a játékos gyakorlatilag vakon fog bízni az edzőben, mert tudja, hogy számíthat rá. És hogyha az edző jól vezeti a csapatot, akkor meg is kell neki adni ezt a bizalmat a játékos részéről. Én azt hiszem, hogy ezt az előző edzők nem tudták elérni a többieknél, illetve ugye mi nem láttunk ilyen megnyilvánulást, ami ennyire átjött volna a médiába, illetve gyakorlatban is. Úgyhogy én azt hiszem, hogy nem az számít, hogy magyar játékos vagy nem, persze egy jó jelzés fehérvári szempontból, és mi is sokkal inkább a magunkénak érezzük a magyar játékost, én azt gondolom, még szurkolóként is, de meg kell őket fogni valamivel, és egységbe kell kovácsolni. Hogyha az kell, hogy ő legyen a csapatkapitány, nyilván őt is megkérdezték azért, hogy akarsz a csapatkapitány, tehát nem azt mondták neki, hogy figyelj, te akkora ígéret vagy, hogy te leszel a csapatkapitány, nyilván nem így működött, hanem a többiek álláspontját is kikérték, őt is megkérdezték. Nyilván ezt a terhet cipelnie kell, ha teher neki, de ugye azt is mondják, hogy van olyan, aki a terhet is szereti cipelni, egy kicsit visszautalva. Most ugye a válogatott mérkőzésre, amikor Szoboszlai azt mondta, hogy a teher azt adjátok nekem, mert én azt majd bírom, én cipelem, nem érdekel nagyon a stressz. Szóval, ha ilyen típusú játékosok vannak a magyar labdarúgásban, azt vagy meg kell találni, és építeni kell rájuk, és felépíteni őket. Zselák egy nagyon jó edző, én úgy látom, két meccs után is. Mert tényleg, amit mondtál, tehát a közösségi média szerepléstől kezdve az, hogy kifelé mit mutatok, és befelé mit kommunikálok, és hogyan, miként csinálok, ez nála nagyon jól működik, ez látható. Az is jól működik, hogy most nyilván van egy cél, és nem azt mondja, amit mi is mondunk sokszor, bár ebben is van igazság szerintem, hogy mindig csak 8-9 pontra van a dobogó, de a negyedik hely 8-ra, és még mindig oda lehet érni egy jó hajrával, hanem azt mondja, hogy jó, oké, hurrá, most egyelőre az a cél, hogy biztosan maradjunk bent. És ehhez mérten azt mondja, hogy lehet, hogy nektek nem kellett ez az öreg Makarenko, de nálam jó edzésmunkát végez, most tök mindegy, hogy fiatal, vagy magyar, vagy külföldi, aki most jól dolgozik, azt én most beteszem a csapatba, mert most eredményt kell produkálni. Aztán a két gólszerzők, ugye Sztopira és Makarenko, Husztinál gyakorlatilag a betonba volt ásva. Kiszorultak szépen. Esélyben volt már bekerülni. Úgy van. És most szépen Zselák ezeket az embereket előhúzta, mert el kell a rutin is. Ilyen helyzetben pont a rutin hiányzik. Tehát azok, akik tényleg fejben is gyorsan fel tudnak állni, fel tudják venni a motivációs dolgokat, és most pont nincs Fiola, aki ugye az a szent bolond idézőjelbe téve, aki keresztül harapja magát az ellenfél játékosain, ha kell, és a Csongvai egy hasonló kaliberű játékos, stílusú játékos, csak mondjuk 22,5 éves kiadásban, tehát nála én látok nagy jövőt, pont ezért, mert a mentalitása olyan, amilyen. Az, hogy most hibázott, igen, én is azt mondtam, hogy jaj, ilyet nem szabad, nem lehet, meg ettől meg kellene szabadulni a Vidinek valóban ettől, hogy az ötösen belül cselezgetek, meg passzolgatok a 16-osnál, mert ez a régi Boris és Husztiféle Vidi jellemzője volt, hogy alibiből passzolgattak a saját télfelükön, még akkor is visszafele, ha hátrányban volt a csapat. És most lehetett látni, hogy oké, hiba, és utána Zselák meg is vigasztalta látványosan a tévékamerák mindenki előtt, de ezt ő tényleg őszintén gondolta, én azt látom, azt gondolom. És tényleg ez a Vidi most egy olyan csapat volt a Fradi ellen, hogy egy-kettőnél is azt gondoltam, hogy ennek még nincs vége, és ebből lehet egyenlítés. És nyilván nem kell túl misztifikálni az edzői szakmát, sokszor mondják ezt, főleg olyanok, akiknek nem sikerül, de hogy azért az nem mindegy, hogy edző van egy csapat élén, vagy valaki, aki még tanulja ezt a szakmát. Nem tudunk itt most a részletekbe belemenni. Én azt látom, hogy ilyen magasan, nagyon régen védekezett a csapat. Abszolút érezhetők, láthatók voltak a tudatos mozgások és próbálkozások. Nyilván jobb labdarúgó nem lesz senki egyik napról a másikra, de ez a fajta segítség, ami jött a kispadról, ez sokat érhet. És hát lezárva a Vidi témát, azért most egy olyan mérkőzés jön, ugye az Újpest a másik nagy fővárosi Mameluk ellen, amelyik gyakorlatilag tényleg ugyan szomorú, de hát ha már kimondjak Zselák, mondjuk ki mi is, hogy egy kiesési rangadó lesz olyan szempontból is, hogy amelyik csapat itt győz, azért az komoly lélegzethez jut. Már három riválissal szemben, nem csak kettővel.
Úgyhogy úgy tudom, a klub is ilyen akciókkal próbálja a közönséget arra serkenteni, minél többen jöjjenek és hozzanak még egy embert magukkal. Nem könnyű, ott is edzőváltás volt, ők is próbálják az utolsó pillanatban elkapni a fejszeny elét, úgyhogy azért ez egy igazi nagy 6 pontos rangadó lesz. Hát igen, a 9. hely ott ét, tehát kicsit... Hát ugye, lejjebb ne kerüljünk. Én is nyilván ránéztem a tabellára, és ugye azt látja az ember, hogy a kieső pozíció előtt a 10. helyen tanyázunk, most éppen előttünk az Újpest a 9., és akkor egymás ellen játszik a két csapat, most akkor a 9. helyén megyünk, de nyilván, hogyha ez a mérkőzés is összejön, akkor a 9-ek leszünk, tehát még egy pozíciót előre lépünk, és akkor arra már lehet mondani, hogy tényleg épül valami, épül a csapat, jövünk vissza, ugye kis léptékbe kell gondolkozni, mindig mondjuk, hogy az első, a 4. hely 8 pontra van, az első hely, az mondjuk elérhetetlen, de nem vagyunk olyan messze a tabella első felétől, de teljesen mindegy, mert annyira együtt van a mezőny, hogy tehát itt attól, hogy nyerünk mondjuk 2 vagy 3 mérkőzést, attól még nem leszünk szerintem a 4. Tehát ez valószínűleg nem fog így kijönni a matek, de mindenképpen jó előjel az építkezés szempontjából, hogy lépcső, tényleg most tényleg lehet azt mondani, hogy lépésről lépésre haladunk, mert ez látszik, és ez most nem is üres duma. Én annyit jegyeznék még meg túl azon, hogy nyilván óriási szerepe lenne ugye ennek a győzelemnek az Újpest ellen. Visszakanyarodva még, ugye, amit az előző kérdésben felvetettél, az esetleges fiatalítás és magyar játékosok előtérbe helyezése kapcsán, hogy Nyugat-Európában, vagy akár Magyarországon a kézilabda terén, férfi vonalon, Veszprém, Szeged kapcsán is, ahol napi szinten kell generálni a komolyabbnál komolyabb nemzetközi eredményeket, úgy látszik, hogy nem kivitelezhető az, hogy vagy vegytiszta magyar csapat, vagy arányában egy combosabb magyar csapat legyen a pályán, vagy legalább a keret, viszont én abszolút, tehát személy szerint, mint sportriporter, ezt kifejezetten üdvözölném, és nyilván minél több mérkőzés lesz a hátuk mögött, annál jobban körbe rajzolódik és kirajzolódik az, hogy tényleg mi a vezetőség terve etéren. És lehet, hogy az is egy koncepció lehet, hogy nem a Fradi, vagy nem a BL szereplés a cél, de a magyar csapat megteremtése. Nekem van olyan ismerősöm, akit én megkérdeztem az elmúlt egy évben, Fradi szurkoló, nagy Fradi szurkoló, és le a kalappal a Ferencváros nemzetközi eredményei előtt, hogy lehet ennek a csapatnak ugyanúgy szurkolni, mint egy klasszikus, ha már lisztességgel kezdtük ezt a beszélgetést, lehet ugyanúgy szurkolni neki? Mint akkoriban, amikor olyan játékosok játszottak a pályán, akik tényleg ahhoz a családhoz tartoztak, mint mondjuk a futballon a Bayern Münchennél lehet látni, hogy még a kiöregedő játékosokat is, most ugye nemrég Makály megint azt hiszem pozíciót kapott, vagy váltott, ugye Oliver Kahn lett az ügyvezető, tehát tényleg egy olyan család, hogy a vérükben is a Bayern vére folyik, hogy a Ferencvárosnál ez most jelenleg nem biztos, hogy teljes egészében fennáll, de hogyha a Vidi mondjuk egy ilyen utat követ, és esetleg sikerül ezzel még eredményt is elérni, én abszolút boldog sportbarát vagyok akkor, vagy leszek. Jó, ezt Roland kinevezésénél ezt akár láthattuk is egyfajta szándéknak, hiszen ő azért hozzátartozik a Vidi történelméhez. Meglátjuk, most jelen pillanatban tényleg ez a legrövidebb táv, amiről beszélhetünk az Újpest elleni mérkőzés, és hát nagyon remélem, hogy a jövő héten majd ennek kapcsán újabb előrelépésről beszélhetünk. Mint ahogy szépen előrelépés haladgat az új Jégkorong Aréna építése, hogy az első témaváltásunk is meglegyen, nézzük meg azt a rövid kis lejátszót, ami tegnap készült, amikor, illetve hétvégén, amikor is szurkolók mehettek be az Alba Arénába, amely egy olyan félkész állapotban már nagyjából mutatja, hogy milyen katlan lesz. Nagy valószínűséggel ez lesz a leghangosabb volán szurkolók helye a lelátón az Alba Arénában. A kemény mag nagyon kíváncsi volt, milyen lesz az új csarnok, ezért vettek részt a számukra szervezett bejáráson. A volán rajongóinak nagyon fog hiányozni a Raktár utcai ördögkatlan, de mint mondják, mindent megtesznek azért, hogy a hangulata régi legyen az új helyen is. Mindig is a szívünk csücske lesz a Raktár utca, azt gondolom, de jó azt látni, hogy egy picit, ha lehet így fogalmazni, európaibb körülmények közé fogunk kerülni, illetve
az mindenféleképpen azt gondolom, hogy a fehérvári szurkolókat büszkeséggel kell, hogy eltöltse, hogy a liga egyik legjobb csarnoka az a miénk lesz. Az építésvezető azt mondja, munkájuk során nagy gondot fordítanak arra, hogy a csapat és a szurkolók is otthon érezzék magukat az Alba Arénában. Az új csarnok a tervek szerint decemberben készül el, a kivitelezés most nagyjából 50%-os. Jelenleg a csarnok aréna 45-50%-os készültségen áll, vagy készültségben van. Ugye az év végére, december 28-ára készül el teljes mértékben. Jelenleg a küzdőtéren folynak különböző akusztikai szigetelés, egyéb munkák. A város polgármestere kiemelte, a szurkolók rengeteget tesznek hozzá a jégkorong csapat teljesítményéhez. Cserpalkovics András szerint fontos, hogy magukénak érezzék a fejlesztést, és éppen ezért érdemlik meg, hogy részesei legyenek az Alba Aréna kivitelezésének. Szerettük volna ezt az eredményt megmutatni azoknak a szurkolóknak, akik nélkül viszont azok az eredmények nem jöhettek volna létre, ami miatt egyáltalán Fehérvár ezt a csarnokot szerintem joggal kérhette, és kaphatta meg aztán az államtól az elszükséges kormányzati támogatást, hiszen egy fantasztikus szurkolótábora van a Volánnak, és ennek a szurkolótábornak van egy magja, amelyik jóban, rosszban ott van a csapat mellett. Nem ez volt az egyetlen szurkolók számára szervezett bejárás. A klub vezetése és a kivitelező is ígéretet tett arra, újabb csoportok is megnézhetik az épülő arénát. És akkor innentől hármasban folytatjuk, mert ahogy említettem, Szilárdnak forgatnia kellett menni. Nem baj, hát nyilván vélemény akad még így is bőven, például arról, hogy amikor majd beköltözik valóban a Volán az alapvetően jégcsarnokban, már hivatalosan ugye multifunkcionális csarnok, tehát lesz azért ott más esemény is, akkor ez mekkora pozitívum lesz a játékosok, a nézők számára, és meddig tart, amíg elmúlik majd ez a visszasírjuk, ami annyira imádott, úgy szeretett és joggal katlannak tartott régi csarnokunkat. Én azt gondolom, hogy van ennek azért egy evolúciója, nagyon nem könnyű, ez több történelmi tapasztalat mutatja, belakni egy új csarnokot, főleg amikor ekkora léptékbeli különbség van. Hát igen, főleg akkor, hogyha mondjuk megszoktuk, hogy jégkorong mérkőzéseken az a kis csarnok többnyire teli volt, tömve volt, de az jelentett 2100 embert, és most az a 2100, aki bemegy abba a több mint 6000-es. A harmada a néző, hát, igen, tehát ha megtöltjük minél hamarabb, vagy már rögtön a kezdéskor teli lesz az a csarnok, és a volánosok teltház előtt játsszák a meccseik nagy részét, akkor azt gondolom, ez egy rövid átmenet lesz, és azt fogják mondani a szurkolók, hogy tök jó, nagyobb a ugyanaz a hangulat kijön, és ez még jobb nekünk, de ha nem lesz, és ez nem jön ez a hangulat úgy ki, mint a kisebb arénába, akkor sokáig emlegetni fogjuk, hogy bezzeg, hát ezért ott milyen hangulat volt, és itt meg lézengenek a nézők. De szerintem ezzel nem lesz probléma. Lehet, hogy nem lesznek mindig 5-6 ezeren jégkorong meccseken, de a kiemeltebb találkozókon igen, és én bízom abban, hogy azért más sportágak meccseit is be lehet oda hozni, mondjuk majd, ha az Alba megnyeri a bajnokságot ismét, és majd indul a BL-be, vagy valamelyik Európa kupába, vagy a kézislányok adja is, hogy végre oda kerüljenek ismét, hogy látjuk hát őket. A kézislányok jégcsarnokban nyerték ugye a nemzetközi kupát 2015-ben, vagy 4-ben, nem is, nem bocsánat, 2015-ben, kicsit később volt. Szóval igen, van ennek hagyománya. Nekem az jutott közben eszembe, hogy voltak itt azért egyéb szurkolók is, és ahogy én nézegettem ezeket az interjúkat, nem feltétlenül azt, amelyiket adásba szerkesztettük. Bennük is van kétség, nagyon különleges, hogy is mondjam finoman, fajta a fehérvári jégkorong szurkoló, amellett, hogy egyébként tényleg jóban, rosszban, télen-nyáron, amikor csak van, ott van a csapat mellett. Mert gyakorlatilag ugye a jelenlegi csarnokban szinte lábnyomok vannak rajzolva a lépcsőre, hogy ki hova állhat, és ez 10 éve, 20 éve így van. Ez egy család, ahol mindenkinek megvan a helye, én itt állok, te itt állsz mellettem, te jön valaki, akkor hát vagy a nyakunkra esik, vagy nem, de ide, ez nagyon, nagyon ki van szabva. Te ki vagy, ez az én helyem. Így van. Ez, hogy az új csarnokban, ahol elvileg hivatalosan ugye majd ülőhelyek lesznek, ez hogy fog kinézni, hogy nem lógunk egymás nyakán, nincs ez a tömeg, nincs ez a masszív, de lehet, hogy egy kicsit a komfortérzés is elveszik. És én el tudom képzelni, hogy lesz szurkoló, aki azt mondja, hogy jobb volt ott, ahol ennyire egymás leheletét érezve ezt a csarnokat a csapatnak átadva tudtunk szurkolni. Szurkoló mindig lesz, aki pesszimista.
mint ahogy van olyan is, aki optimista. Szerintem eleve idő kell ahhoz az átadás után, hogy mindenki hozzászokjon és belakja, nem csak a szurkoló, a klubvezetés, a játékosok, az edzői stáb, az adminisztráció, tehát mindenki. A büfés nénitől kezdve. Az óriási hotdog maradjon. A jégcsarnoknak a milliója az elvitathatatlan. A forralt bor, vagy a meleg tea, a zsíros kenyér, az, hogy tényleg az akusztikája milyen, amikor ugye zsebkendőt alig tudsz leejteni. De én minden fejlesztésnek örülni szoktam. Az, hogy van egy ilyen csarnok, vagy lesz multifunkcionális, vagy jégcsarnok nézőpont kérdése, végülis mind a kettő igaz erre, szerintem egy óriási dolog, és megérdemli a klub is, illetve a jégkorongsport is, meg szerintem a város is. Pontos statisztikával nem készültem, de ugye nem olyan régen adták át Szegeden a PIK Arénát. És amikor a napi sporthíreket szerkeztem, amiben ugye országos meg világ témák is vannak, akkor lehet, hogy az Bajnokok Ligája meccs, lehet, hogy éppen Veszprém elleni rangadó, de olyan gyönyörű látni azokat az 5-6 ezres, talán lehet, hogy volt 7 ezres, és nem tudom pontosan, hogy mennyi a teljes befogadó képesség, de talán olyan 7 ezer körül lehet, ha jól rémlik, hogy én azt látom, hogy növekedett, és ugye én voltam a felső tiszaparti sportcsarnokban annak idején, éltem Szegeden, és hasonlóan ott 3-3500 néző, hivatalosan, nem hivatalosan, többé-kevésbé, és kifolytak az emberek. Tehát hasonló volt a helyzet, mint amit most ugye te Balázs mondtál, hogy meg volt mindenkinek a helye, és egy plusz ember már nagyjából nem fért be. És azt látjuk, hogy a nagyobb arénában több ember van. Nem biztos, hogy pont így lesz, és lehet, hogy nem lesz telt ház. Én szerintem ettől függetlenül, akik mondjuk arra nyitottak, hogy egy modernebb létesítményben élvezzék a szurkolást, jobb közegben legyenek, valószínűleg a hangosítás jobb lesz, a fényjáték jobb lesz, az egésznek a milliója, főleg ha belakják a szurkolók, jobb lesz, akkor szerintem ezt lehet kompenzálni, mert hogyha egy picivel följebb megyünk, és már 3-4 ezer körül van, és 6 ezres a csarnok, az már nem olyan óriási különbség. Az már nem olyan. Az, hogy a felső karéjok mondjuk le vannak zárva, mert ugye ha tudatosan szervezik a szurkolói ültetést, akkor ugye közelebb vannak. Ez is egy vicces dolog. Ültetés, én egyszer beszélgettem, ugye jégcsarnokban is dolgozom, hogy hát állandóan állnak az emberek, hiába vannak ülőhelyek, nem lehet állítólag a szurkolót leültetni. Hát ez nem az NHL, Amerikában simán ülnek, legfeljebb verik a meg ugye hideg is van, felett, igen. De én el tudom képzelni, hogy itt egy fél-egy év múlva olyan varázsa lesz ennek az új csarnoknak is, akár komolyabb mérkőzéseken, de akár az összes osztrák hokiliga mérkőzésen, hogy én mondom, abszolút drukkolok a csapatnak, és még egyszer mondom, szerintem a klub is és a szurkolók is, mindenki megérdemli ezt. Az a város is megérdemli ezt a csarnokot. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy gyerekként ott voltam a 70-es évek második felé, azt hiszem 77-ben adták át az első fehérvári jégpályát. Ott Regőci Sallai jégtánc kettős bemutatózott, ott álltam másfél órát, hogy autogramot kérjek, de végül kaptam tőlük. És onnantól kezdve eljutott a fehérvári jégkorong oda, amit akkor soha nem gondoltunk volna, hogy egyszer majd lesz egy fedett jégpályánk. És akkor befedésre került a csarnok, milyen nagy dolog volt, jött ide kanadai válogatott. És akkor az volt a szenzáció. Így van, volt itt amikor beszakadt a európai kupa. Olyan is volt. Tehát volt sok minden, és nyomon követve ezt a nagy fejlődést, most eljutottunk oda, amit tényleg, hogyha akkor nekem gyerekként mondanak, amikor ott álltam a nyitott pálya avatóján, hogy te figyelj, majd 40 év múlva, vagy mit tudom, 40 akárhány év múlva, Fehérváron lesz egy akkora csarnok, hogy beleköltözhet egy fél városrész, és ott játszanak a jégkorongosok, és egyébként az akkor irigyelt erdélyi román jégkorong a magyar mögött fog kullogni, mert akkor az a szint volt nekünk, ugye te is, Zoli, emlékszel erre, hogy de jó nekik, persze. És ugye hoztuk ide légiósnak az erdélyi magyarokat, volt, aki vonat alá kapaszkodva szökött meg, ismertem olyat is, később válogatott játékos, vagy jött át a határon. Tehát, hogy honnan, hova eljutott a jégkorongsport, és ezzel együtt az infrastruktúra is. És azt gondolom, hogy meg fog ez a csarnok előbb-utóbb telni. Lehet, hogy nem minden meccsre, de lesz ott hangulat. Hát az biztos, bízunk hogy az a párhuzam megáll, hogy ami Szegeden a kézilabda, az gyakorlatilag itt eredményeit és tradícióit tekintve mindenképp a jégkorong megfelel neki. Nyilvánvalóan jó kosárlabdánk, ismerünk egyéb sportokat is, ez egy különleges város, Fehérvár. Én is kíváncsi leszek egyébként, hogy valóban
Az én tudomásom szerint most nincs itt Horog Laci, aki ezt azonnal meg tudna erősíteni, hogy az Ebelben milyen csarnokok vannak. Szerintem nincsenek nagyon csillivili és ultramodern csarnokok. Abszolút a funkciójuknak megfelelő jégcsarnokokban játszanak az osztrák csapatok is. Ez pedig hát egy ultramodern aréna lesz. Én kellő elfogultsággal annyit azért nagyon-nagyon remélek. Itt említette Pecsó, hogy majd a hangjáték, meg a fény, meg a minden egyéb az milyen modern lesz. Hogy a sajtóhely legyen normális. Mert az azért szerintem világviszonylatban kuriózum, hogy a Volán csarnokban a kapu mögött ülnek az újságírók, és onnan próbálják átlátni. Tehát nem a pálya hosszanti tengelye mentén látják az egészet, hanem valahonnan így függőlegesen próbáljuk összeszedni a morzsákat, és semmilyen szinten nincs normális kiszolgálása a médiának, ami egyébként már csak a TV közvetítés miatt is nyilván alap dolog lesz az új arénában. Hát remélem, hogy az ültetett sajtó is megkapja legalább azt a helyet, ahonnan normálisan lehet nézni a mérkőzést, nem szórakozásból, hanem tényleg tudósítani. Hogy az atmoszférája, a hangulat, mert ennek az ördög katlannak, ami jelenleg van, tényleg minden ide látogató vendégjátékos, olyanok, akik aztán emiatt szerződnek adott esetben Fehérvárra, elmondják, hogy egészen elképesztő. Tengeren túlról érkező hokisok nincsenek hozzászokva, hogy behajol a néző, adott esetben is leüvölti a sisakját, vagy jó, hát nyilván rossz esetben ez az berepül, vagy érkezik valami nagyon komoly ráhatás. Ezt nem tudom, hogy vissza fogja-e tudni adni az új aréna, de hogy látványában, érzésvilágában azért 21. századi lesz, ez egészen biztos. És hát meglátjuk majd, hogy a csapat pedig ugye hogyan alakul és épül, hiszen ez mindig sokkal fontosabb. Most akkor muszáj a MÁV előréről beszélnünk a következő 10 percben, ami hátra van még az adásban, hiszen itt van velünk a MÁV előre sajtófőnök, illetve a kommunikációs vezetője, és a csapat, amelynek ugye vezetőedzője is játékosa a múlt héten vendégem volt itt a stúdióban egy másik műsorban. Túl van a bajnoki elődöntő első mérkőzésén Kazincbarcikán, egy szorosnak mondható vereséggel. Amikor MÁV előréről beszélünk, rengeteg személyes emlék tolul fel tényleg. Én kézilabdáztam a bitumenes pályán a Prohászka úton, ami akkor még Lenin út volt, mindegy. Dévényi Tiborról nem tudunk nem beszélni, aki ennek a városnak egy tényleg meghatározó sportvezetője volt, karizmatikus egyénység. Sajnos nincs annyi időnk. Abban az időben ő volt a legfiatalabb magyar ügyvezető. A legrégebbi fehérvári klub élén, igen. Hiszen a MÁV előre a legöregebb fehérvári sportegyesület. Nagyon komoly ambíciókat fogalmaztak meg ugye az új vezetők, amikor itt elindult egy újjáalakítás. Hogy érzed, hogy az, hogy most elődöntőt játszik a röplabda csapat, itt most a röplabdára lett felhúzva gyakorlatilag ez a megújulás, ez már egyfajta jele annak, hogy ez bekövetkezik, ez a újjászületés, vagy inkább úgy kell ezt tekinteni, hogy ez most csak egy jó sikerült szezon, és hát nyilván a háttérben ennél sokkal komolyabb munka zajlik. Hát a háttérben sokkal komolyabb munka zajlik, ugye több mint 10 szakosztálya van a MÁV előrének, vannak olyanok, amelyek régen voltak, újjá lettek élesztve, lásd ugye Márton Balázs szakosztályvezető érkezésével az ökölvívás, nemrég tartottuk meg az MKOS csarnokban az első amatőr ökölvívó gálát a Kiliti Promotions rendezvénye keretében, az ő segítségükkel óriási lehetőség volt a fehérvári fiataloknak, Márton Balázs kezei alatt gyakorlatilag minden korosztály megtalálható, és már van egy magyar bajnoki bronzérmes felnőtt ökölvívónk is, de mondhatnám a rúcsportot, ahol egy para sportolónk, Borga Zsaklin tavaly decemberben Olaszországban világbajnoki címet nyert, 16 évesen, róla nagyjából annyit azért mindenképpen fontos és érdemes megemlíteni, hogy néhány évvel ezelőtt nem tudott még járni. Most már botokkal, tehát segítséggel tud, és gyakorlatilag az ő, illetve az edzőjének a hathatós közreműködésével és rendkívül kemény munkájával küzdötte fel magát arra a szintre, hogy először is kijutott, kvalifikált a magyarországi versenyről a világbajnokságra, másrészt pedig ott ilyen teljesítményt tudott elérni. De lehetne itt említeni jó néhány szakosztályt, a dárcosok, ugye Magyarországon a dárc az abszolút felfutóban van, folyamatosan jönnek az érdeklődések, hogy miként hogy lehetne csatlakozni az asztali teniszt is. Tényleg egyik szakosztályunkat se szeretném megsérteni. A labdarúgást is próbáljuk a bizonyos keretek között feléleszteni. Minifutball is van.
És ugye most húsvét vasárnap lesz is egy labdarúgó tornánk, ez a MÁV előre húsvéti kupa öregfiúk kispályás labdarúgó torna, amelynek hát az lesz az érdekessége. Ugye itt beszéltük, hogy hát klasszikus MÁV előrés játékosok nem feltétlenül, vagy nem olyan mennyiségben lesznek a keretnek a tagjai, de akár ez is egy opció lehet ugye a jövőre nézve. Viszont az Újpest, az MTK, a Videoton, a Budapest Honvéd és a művész válogatott is itt lesz, és tényleg olyan ismert labdarúgók, meg egyébként celebritások fognak, nem szeretem ezt a szót, de fogalmazzunk így, celebritások fognak pályára lépni, mint például Körtisz az énekes, Puskás Peti, Balázs Pali, de labdarúgók közül Détári Lajos, elvileg Tomás Sómi, Sitku Illés, Dvéri Zsolt, Balogh Béla, tehát jó néhány, Tiber Krisztián, jó néhány nevet lehetne említeni. Ugye ezt a Vokban rendezzük gyakorlatilag egész nap vasárnap. Tehát ez mind-mind mutatja azt, hogy próbálunk folyamatosan a életet lehelni. Ez egyébként az egyik célja is dr. Tálos Péter elnök úrnak, aki ugye Nagy Róbertet váltotta. De tény és való, hogy akkor is, és jelenleg is a zászlóshajó az a röplabda. És a röplabdánál nem csak a felnőtt csapatokra kell gondolni, hanem igen komoly műhelymunka megy a háttérben is. Tavaly több korosztályos bajnokságban döntőbe jutottunk, érmeket szereztünk, volt, ahol nyerni is sikerült. Tehát nem csak beszélünk róla, hanem ténylegesen vissza lehet nézni, hogy milyen eredményeket értek el a csapatok, és azért a röplabdában bizony van ám harmadosztály is, akár egy U15-ös, 7-es bajnokságban is, tehát nem arról van szó, mint ugye harcművészetben is sokat dolgoztam, hogy van két induló, aki nyert, az világbajnok, aki kikapott adott esetben olyan súlycsoportban, az meg világbajnoki ezüstérmes. 67 fajta szervezet. 67 fajta szervezet, súlycsoport, korosztály. Ki az igazi világbajnok? Így van. Melyikért többet? Tehát kevesebb. Hatványozottan ott van az utánpótlás, és nyilván a két felnőtt csapat, abszolút az Extraliga volt a cél. Az nem volt kimondott cél, tehát egy olyan teher nem volt a szakosztályok elé helyezve, hogy már pedig mondjuk az első évben egyből fel kell jutni. Ugye nekünk ez sikerült, mert Magyarországon van egy ilyen érdekes helyzet, ezt nem biztos, hogy a nézők is tudják, a röplabdában az NB1 az hivatalosan és papíron egyébként első osztály, tehát nemzeti első osztályú bajnokság, gyakorlatilag a hétköznapokat illetően amolyan másodosztály, és az Extraliga jelenti a legmagasabb szintet. Ugye mindkét bajnokságot sikerült megnyerni, feljutottunk. Most ugye, hát ott van az Extraligában a hölgyek gyakorlatilag Nagy Fanni vezetésével az 5-8. Helyért küzdenek jelenleg a rájátszásban. A férfiak Dávid Zoltánnal, ahogy ugye utaltál is, hogy itt volt Pesti Marcival múlt héten műsorban, ők pedig jelenleg az elődöntőt tapossák, már azzal egyébként, hogy idáig eljutottunk, sporttörténelmet írtunk, mert férfi szakág egyáltalán nem jutott el ilyen magasságokba. Egyébként, ha már Dévényi Tibor neve meg lett említve, annak idején Fésűs Irén vezetésével, ugye most már Király Tálas Zsuzsanna, akkor ugye Tálas Zsuzsikával, Vacsi Evelinnel lehetne sorolni a neveket. Nagyon volt Extraliga a negyedik helyezett női csapat. A Szín Vasas volt, elképesztő meccseket játszottak, én ezt is idősebb kollégáktól tudom, ez a parkettát felszántó akarattal játszó csapat volt, nem feltétlenül a legjobb meg a legszebb, de hogy... De az Extraliga negyedik, az már úgymond a, ugye... Ne haragudjatok, ha ezt fogalmazom meg, hogy én vagyok ugye itt a legfiatalabb, tehát azért ez már bőven 2000 után volt. Igen, én most ez régebbi, persze igen, régebbi időkről régebbi beszéltem. Nagyon. Régen a Volánnak is ugye nagyon jó női röplabda, sőt egy időben a férfi röplabda. Hogyne. De az való igaz, hogy együtt legfelsőbb osztályban, főleg amit Extraligának hívják. És olyanra sincsen példa jelenleg sem Magyarországon, pont ezt akartam, hogy egy klub, a legmagasabb szintre egy sportágban két csapatot delegál női-férfi vonalon. Tehát olyanok vannak nyilván, hogy akár ugye az UT-nak is különböző sportágokban, vagy a Ferencvárosnak magának a tornaklubnak különböző sportágakban vannak a legmagasabb szinten játszó csapatai, de röplabdában egyébként nincs még egy olyan, ahol a női-férfi szakág ott lenne az Extraligában. Hogy ezt a kis történelem könyvet meddig írjuk, azt egyelőre még nem tudom, de hát szerintem ami már biztos, most is le a kalappal a srácok. Igen, tehát most az elhozott ugye, hogy vasárnap az öreg fiúk foci torna egy igazi látványosságot kínál, előtte pénteken viszont lesz ennek a bizonyos bajnok jelöldöntőnek este 6 órától a második mérkőzés a Kazinc Barcika ellen. Hát mindenképp biztatom, egyiket is roppant látványos, és a helyszínen is nagyon élvezhető, érthető sportág a röplabda, úgyhogy talán Fehérváron még belefér, hogy néhányan
ezt is felvegyék az állandó programok közé. Egyébként szép számmal kijönnek a Vogue-ba, ugye azt azért nyilván tudni kell meg, akik helyekében vannak, hogy nem egy óriási lelátóval rendelkező csarnok, viszont hogyha már 200-300 ember ott helyet foglal, az nagyjából egy teltháznak felel meg, és remek hangulat tud lenni, úgyhogy jönnek a szurkolóink dobbal, dudával, és ugye hiába kaptunk most ki az első meccsen 3-1-re, a 4 szetből az első 3 az kifejezetten szoros volt. Főleg a harmadikban ugye volt szetlabdánk, volt az ellenfélnek is szetlabdája, és 28-26-ra tudott csak nyerni a Barcika. Na most, aki sportbarát, nem feltétlen kell, hogy a röplabdával képben legyen, vagy szeresse, de általánosságban kedvelje a sportot, lát egy ilyen szettet, egy ilyen izgalmat, az szerintem ott akar maradni a következő szetre is. Lehet szurkolókat toborozni, hogy a 80 helyett tényleg a 200-300 néző, mert annyit megérdemelne ez a várunk szeretettel. Egyébként az a vicces, hogy amikor régen az NB1-ben a felsővárosi általános iskolában voltak a mérkőzések ugye női vonalon, és tényleg iskola padok lettek letéve, és csak 70 ember fért be, akkor is remek volt az atmoszféra, ugye vissza lehetne kanyarodni az ördögkatlanhoz, hogy nem mindegy, hogy 6000-es csarnokban 3000-en vannak, vagy 3000-esben 3000-en, tehát hogyha 100 fő van a 100 fős csarnokban, a hangulat az, hiába kevés a néző, a hangulat az nagyon jó tud lenni. Hát reméljük, hogy nagyon jó lesz akkor pénteken is, és hát reménykedünk itt persze az egész szezon során, hogy a fehérvári csapatok bajnokságokban, kupákban jól szerepelnek. Most még több csapatunk esetében van is erre esély, ezek közül egyik mindenképpen a Máv Előre, úgyhogy lesz még téma itt az adásban is. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Jól eldumáltunk sok mindenről, meg még lehetett is volna nyilván, de sort fogunk rá keríteni. Péter, téged is szívesen látunk máskor is az adásban, hogyha időd engedi. A kedves nézőktől pedig akkor azzal búcsúzom, hogy most a kosarasokról nem tudtunk beszélni, akik egyébként szerdán ugye szintén kupa meccset játszanak, ott vannak a rájátszásban. A kézilabdázók az utóbbi évek legjobb szezonját futják, úgyhogy maradt téma következő adásokra is. Köszönöm a figyelmüket! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.